you <laughs> Köszöntöm hallgatóinkat és a stúdióban. Köszöntöm Dobszai Lászlót, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházának Zene tanszékének professzor Emeritusát. Sok egyéb funkciót most nem mondok el a beszélgetés közben, nyilván ezekre sor fog kerülni. A beszélgetésre a tervek szerint egy évvel korábban került volna sor tavaly, amikor is a 70. születésnapodat gondolta a Bartók Rádió megünnepelni. Húzódasztál tőle, és én sem álltam egykönnyen könnyen kötélnek. Azt gondolom, hogy ha valakinek mondani valója van, és hogy valakiről van mondani való, az nem csak a kerek évfordulókor. Bár illő és üdvös megünnepelni ezeket az évfordulókat, de utána is van rá mód, és hogyha valakinek a mondani valója fontos, akkor azt meghallgatjuk 71-72 éves, sőt 92 éves korában is. Remélhetőleg még elég sokáig lesz alkalom arra, hogy kerek évfordulókat ünnepeljünk. Itt most az egyházani beszélgetésekben természetes módon lesz szó Dosszai Lászlóról, mint a zenészről általában, hiszen több alkalommal te magad is elmondtad, hogy az egyházzenész nem spórolhatja meg azt, hogy a zene egészével foglalkozik, és másrésztről szerencsére ma már, sőt, azt mondhatjuk voltak éppen ebben eléggé konszenzus volt az elmúlt hosszú évtizedekben is, az egyházzené oly mértékben része az egyetemi kultúrának, hogy természetes módon az egyházzenei működés is része ennek ismerlek téged egy jó ideje, nagyon szemérmes ember vagy. Tehát a hozzád nagyon közel állók is, nem tudom, Klárika, a feleséged, a gyerekek mennyit tudnak, bizonyos kérdéseket föltettek -e, és milyen részletes válaszokat kaptak. Én most már mondhatom, jó három évtizede legalább közelről ismerlek, és néhány kérdés nem tettem föl sohasem. Mostan ezeket meg fogom kérdezni. Egyet hadd mondjak el, erről nem beszéltem sose veled. Egy alkalommal hiszem az első szkólás lemez fölvételünk volt, és rettentően féltem tőled, és a fölvételre, ócsára készülve Kéringer Lacinál öcsédnél voltam, együtt mentünk ki, és az édesanyja, aki töltetese Judit, a testvéred, megmutatott egy kisgyerekkori képedet, és mondta, hogy nézd meg, Laci bácsi is volt még ember valamikor. Milyen volt Laci bácsi, amikor ember volt, kis ember volt? És milyen volt a zenéhez való kapcsolata? A családi közegre kérdezek most rá. Hát nem könnyű kérdés. Nem tudom, hogy melyik életkoromra gondolsz. Melyik a legrégebbi zenei élményed, amikre emlékszel? Hát Édesanyád ha... éneke, vagy tempom ének, vagy... Hát 5-6 éves koromra hmm. vissza tudok emlékezni. Édesanyám is, édesapám is amatőr zenészek voltak, négy eztek, apám az valamilyen dalárdát még vezényelt is. Jó, orvos volt. Orvos volt. Igen, igen. Ment oda-haza a zenélés. Nem, nem mondom azt, hogy rettentő intenzíven, de olyan természetes dolog volt. Tehát nem volt egy csoda gyerek? Nem hiszem, nem, nem hiszem. Az, mondjuk, az biztos, hogy, hogy egy ilyen ösztönös érdeklődés volt mint minden iránt, volt bennem a zene iránt is. Talán egyet emelnék ki, hogy rögtön úgy kezdtem, hogy improvizáltam. Tehát a zongorához igazából nem úgy közeledtem, hogy itt megtanulandó darabok vannak, hanem hogy a megtanult darabok, illetve a hallott daraboknak az emlékeire támaszkodva közlekedem a zongorán, beszélek a zongorán. Úgyhogy azt hiszem, hogy öt vagy hat éves koromban alkottam meg első művemet, amit már le is kottáztam. És aztán időről időre komponáltam, Nyilván úgy zongoráztam, ahogy a más gyerek zongorázik olyan szempontból, hogy kényszeríteni kell a gyakorlásra. Igazából ilyen szempontból csak 14 éves koromban emlékszem, hogy egy változás bekövetkezett, amikor rájöttem arra, hogy blattolni jó dolog, és onnantól kezdve se igazán gyakoroltam úgy, ahogy kell, ahogy ezt jóval később tanultam meg, hogy hogy kellett volna gyakorolni. Zongoráztál. Zongoráztam. Bonosok nem voltak. Nem, 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 igen. nem. És ki volt a tanárod? Jó tanár volt. Mit tanultál? Egy, tőle? Á, egy nagyon jó tanárom volt, akivel kezdtem, de zsidó származású lévén elhurcolták rögtön nyolc éves koromba. Ez hol volt? Ez egy gyulán? Gyulán. Volt? Gyulán egy kisvárosban laktam. Mm. Utána is egy igen kitűnő zongoratanárral folytattam. Azután, amikor Pestre fölkerültem, akkor egy évig jártam Szegedi Ernőhöz még mint magántanuló, és akkor Kodálynak volt egy ilyen ötlete, hogy a zongorát, hangszereket fiatal korban kezdik el tanulni általában az emberek, vajon a zeneszerzést nem lehet-e, úgyhogy az ő intenciói szerint vettek föl 12 éves koromban a zeneszerzés szakra ment a hír vajon iskolákba, és is kérdezték, vagy hogy jutott a hír? Azt Nem, azt gondolom ér. talán, nem tudom, Nem tudok uh -huh. rá visszaemlékezni. El tudom képzelni, hogy esetleg a szegedi ernő, tehát a, uh -huh. akihez, mint magántanuló jártam, talán ő említette meg Kodálynak. Nem tudom igazán. Jó tanár volt egyébként szegedi ernő? Azt talán így Igen. egy szóval nehéz Igen. elmondani, és nem is akarom. Uh -huh. Hálátlanság lenne, hogyha most mérleget akarnék a jó és rossz tulajdonságai között vonni. Egyébként nagyon rövid ideig voltam nála, aztán Engelívánhoz kerültem, aki egy nagyszerű tanár volt. Legalábbis abból a szempontból nagyszerű tanár volt, hogy, hogy futtatta az ember, tehát lendületet adott, kedvet csinált az ongorázáshoz. Milyen darabokig jutottál el? Tehát, hogy Engelíván engedte azt, hogy hogy komoly, nehéz, nagy darabok? mindent játszottam, vagy... talán azért nem játszottam mindent, mert nem érdekelt eléggé. Tehát mondjuk a, ez a virtuóz, romantikus zongora irodalom, ez, ez nem érdekelt eléggé. Hát nem mondom, hát Chopin üdöket játszottam. Uh -huh. De azért igazából Bachba, meg Mozartba éreztem otthon magam, meg Bartókot nagyon hamar szerettem már játszani. Tehát 14 éves korodban bekerültél a. Érzésben. 12 éves. 12 éves, éves koromban, uh -huh. igen. Az egy hosszabb volt még akkor, 7 éves volt a zeneszerzés képzés. Igen. És az első két évben szerencsére olyan stúdiumok voltak, ahol nem annyira egy kiforrott vagy kiforratlan, de önálló stílusú kompozíción volt a hangsúly, hanem hát az ismert dolgok, Bach korál, összhangosítások, meg minden egyéb. Azt nagyon szívesen csináltam, és tulajdonképpen nagyon hasznomra vált. Hányan voltatok akkor? Én Viskihez jártam. Nehéz megmondani, mert évfolyamonként nem volt több egy, egy két három hallgatónál, viszont elég gyakran együtt tartotta az évfolyamokat, úgyhogy így ilyen ingadozó létszámmal ment ez. A közismereti tárgyakat hol tanultátok? Én egy darabig, amikor Pestre fölkerültünk, a Bencésekhez jártam két évig, ami az, a, az államosítás. Nem, az államosítás előtt a Baros ja, utcában. Értem, hogy és hát ebből a második év az már paralel ment a Zene Akadémiával, úgyhogy szegény anyám az egy kis ételhordóba behozta az ebédet, én az iskola udvaron azt megettem, és rohantam át a, tudom én, a partitúra olvasás órára, vagy hová. Úgyhogy az azért elég kemény volt, de ez is nagyon jó, hogy így volt. Meg voltatok terhelve órákkal rendesen? Elég rendesen, hát nem annyi, mint manapság, ugye, amikor túl mennek át túl sok órát so. követelnek meg. És azért volt, amiből föl voltam mentve, illetve az volt, hogy majd később, amikor nyugodtabb életperiódusba jutok, tehát hogy tudom én például volt bárdosa, Prozódia, azt nem akkor tanultam, amikor annak ideje lett volna, hanem egy-két évvel később. Na most, ugye az államosítás után én egy évig betegség miatt magántanuló voltam, és utána a gimnáziumba mentem. Uh -huh. Hát az sokkal könnyebb élet volt, igaz, hogy akkor már nagyon növekedtek a zeneszerzés terhek. Egyrészt azért, mert rövidebb volt a tanítási idő, másrészt azért, mert, hát, hogy mondjam, csak az óra előtti 10 perc elég volt ahhoz, hogy megtanuljam a földrajz leckét. Úgyhogy odahaza kizárólag a zeneakadémiai dolgaimmal foglalkoztam, és az volt az a periódus, amikor elképesztően sokat olvastam. Nem Most ezt hozzátartozik egy zenésznek az életében az aktív zenélés, egy zeneszerző életében is részben a zenekadémiai koncertekre, vagy opera előadásokra járás, lemezhallgatás. Hogy volt akkor ez az életetekben? Igen. Én azt hiszem, hogy jártam amennyit kell, nem voltam az igazi nagy koncertlátogatók közé sorolható. Már csak azért sem, mert egy megerültető nap végén, és még nem voltam otthon, elmentem reggel hétkor, és este hatkor még nem voltam otthon, akkor most bemaradni a Zeneakadémián Akadémián azért, hogy fél tíz vagy tíz órakor a koncertet még meghallgassam, este tízre érjek haza, ez azért nagyon nehéz lett volna már. De hát az igazság az, hogy ha kitettem a zongorára a kottát, akkor én mindent megismertem, mert valahogy elég jó partitúra játékos mm. voltam, és, és, nem okozott nehézséget, hogy bármilyen művet saját magam aktív munkájával megismerjek. De persze akár játszani se kellett, tehát belső hallásod, mikor fejlődött ki elég korán mm, igen, igen, az, azt az ember nem veszi észre. Az, velenő. Az, vele az egyházani élmények hogyan értek, mikor értek, és hol? Korán megjelenik ez is. az Igen, életetben. ennek talán azt mondhatnám, hogy két szakasza van. Az egyik az az a normál átlag templomi gyakorlat, amit hát egy kisvárosban Gyulán csináltam. Emlékszem, hogy egyszer fölvittek a kórusra, és akkor megnéztem az orgonát, nagyon tetszett, és akkor megengedték a mise után, hogy oda üljek, és valamit játszak, és akkor apám lerajzolta nekem az orgon a orgona dispozícióját, azt otthon tanulmányoztam. 90 9-10 éves korom körül már engedték azt, hogy végig játszak miséket. Akkor még volt egy olyan mise típus, hogy orgonás mise, hogy mm. semmi ének nem Igen. volt, hanem énekeket lehetett orgonán játszani, vagy pedig ilyen interlúdiumokkal valahogyan kitölteni az időt, meg hát ahogy azt akkor elgondolták, hogy illeszkedjen a hangulata. Hát Kodály Missa Brevisre gondoljuk. Uh -huh. Igen. Mi ezt 9 éves koromban már többször csináltam, emlékszem, egyszer volt egy olyan, hogy kértem, hogy na akkor most egy fél tizenkettes misét végigorgonáljak. Föl is mentem a kórusra, nem adták oda a kulcsot, de a gyerekek fölmentek harangozni a mise előtt, úgyhogy nyitva volt az ajtó, fölmentem, de amikor befejezték a harangozást, akkor bezárták. Na mostan az volt a helyzet, hogy prédikálni kezdett volna a pap, nem tudtam lekapcsolni az orgonamotort. És fölszólt kétszer, háromszor, hogy tessék kikapcsolni az orgonamotort. És én kétségbeesve nem tudtam, kapkodtam, lerohantam, be volt zárva az ajtó, egyre szörnyű volt a helyzet. Végül valamiért magától kikapcsolódott, de hogy utána mit kaptam, ami se utána paptól, az elmondhatatlan. ez volt egy ez az első szakasz. A más, mondjuk átmeneti szakasznak nevezhető, hogy a bencéseknél elég sokszor kellett diákmisén kísérni, orgonálni, és egyszer-egyszer megkértek arra is, hogy a rendtagok által énekelt többnyire a rendtagok által Gregorián misét is kísérjem, ami persze elég nehéz volt eredetileg, szóval egyszerűen a kotta annyira új volt számomra, hogy pláne esetleg ilyen kvadrát kottából, ahol nem csak a kvadrát kotta fej, hanem az, hogy a, a szisztéma ugye egy ilyen standardizált magasságban van lejegyezve, míg valójában viszont ténylegesen, mit tudom én, három keresztes hang nem be kell azt olvasni, olvasni állandóan. És tr állandóan, transzponálni kell. Na, ez volt egy ilyen második uh -huh. szakasz, és akkor egy harmadik szakasz, az 14-15 éves korom után kezdődött, amikor egészen más oldalról, a liturgiai érdeklődésem oldaláról kezdtem el újból közelegni a zene, egyház zene felé, és hát az már persze egészen más jellegű és más mélységű és más irányú volt, mint egy ilyen vidéki plébániai gyakorlat. Ez már Pesten volt, Jócskában? Persze, persze. Igen, igen. Persze, Milyen... ez már 14-15 éves, 11 éves koromban költöztünk föl Pestre. Uh -huh. És milyen impulzusok értek akkor? Magad fedezted fel a könyveket, például a Szúnyog misszáli és a Sunyog A hanem... Szúnyog Misszáli nem. Azt kaptam ajándékban már 8 éves koromban, uh -huh. és 10 éves koromban lényegbe fejből tudta. Latinul is, magyarul is. Az egy nagyon korai. Megint csak olyan hatás volt, amelyiket az ember észreseve, ezt azt hiszi, hogy ennek így kell lenni, szóval ez a természetes. És tulajdonképpen ez a jó, ez a jó, amikor az ember nem valami nagy, hórukkal vág neki, vagy pedig nem valami olyasmi, hogy hú, mekkora élmény, hanem hát úgy tartozik hozzá az élethez, mint a fogmosás. Ante. Beszéltünk a kamaszkori, késő kamaszkori évekről. Hogyan folytatódott a Zenakadémia után az életed? Bölcsészkarra is jártál. Hát ez furcsa volt. Én tulajdonképpen nem döntöttem el még, hogy zenei pályára megyek, amikor a vége felé jártam a zeneszerzésnek. Úgyhogy azt mondtam, hogy én a gondolkozásra időt kérek még, és ennek a formája az volt, hogy jelentkeztem a bölcsészkarra. Milyen szakra? Eredetileg angol-magyarra, de történelem-magyarra vettek föl. Nem tudtam én még annyira angolul, hogy igazságos lett volna, ha fölvesznek. Szóval nem, történelem magyarra vettek föl. Két szörnyű szakmát külön-külön is megtanulhatatlan anyagmennyiséggel bombázás nem, az ember. Nem, ezt csak gondolják. Természetesen, hogyha azt mondom, hogy most a történelem azt jelenti, hogy mindent tudni kell, ami történt, akkor ez egy megtanulhatatlan valami, mint ahogyan Bach is megtanulhatatlan, és minden megtanulhatatlan az életben. De az, hogy az ember egyrészt egy áttekintő ismeretet nyerjen, másrészt bizonyos dolgoknak a mélységi megismerésével szemléletet, módszert tanuljon, ez nem lehetetlen. Nem mondom, hogy nem volt megerőltető, emlékszem, volt egy olyan talán két hét különbséggel egymást követő szigorlati periódus, ahol az egyik szigorlaton, amit egy nap alatt kellett letenni, a teljes magyar történelem 1848-ig, a világtörténelem Cromwellig és a teljes kelet-európa történelem, és két hétre rá a irodalom, a teljes magyar irodalom a reformkorig, és a teljes világirodalom máig, de úgyhogy belekérdeztek abba, hogy nem tudom én, mit tettek ebédre a Budenbrock házban ezen a napon. Most ezek lútri, egy ilyen szigorlat az lútri. Ezt, hogyha azt gondolom, hogy a norma az, amit a történelem tanárok vagy az irodalomtanárok megkívánnak, akkor nem teljesíthető. De hogyha a befejezés oldaláról nézett, tehát az, hogy úgy, ahogy szerencsével, igyekezettel esetleg a gondolataidat megszervezni, képes technikával, mert ez egy nagyon lényeges elem, tehát akár a tanulás során, hogy szervezni tudjad, amit csinálsz, ami a fejedben van, másrészt a vizsgán. Elsősorban önmagadat tanítottad ezekkel, vagy milyen volt akkor a bölcsész bölcsészoktatás? 50, Degyes. hány is volt ez? ez 57-től 62-ig, 61-62-ig jó volt. Nem jó volt rossz. Volt. Voltak jó tanárok és voltak rossz tanárok, mint most is. Ki az, akire a nagyon szívesen emlékszel? Akár történész, akár... Hát például nagyon már. szerettem a, a Szabó Dénes nyelvészt. Uh -huh. Az nagyon jó volt, nagyon érdekes volt. És Szintén nyelvészek között a, a Kubinyi uh -huh. László nagyon kiváló volt. Na mostan, eközben ugye befejeztem a zeneszerzést, megírtam a diplomaműveket. Uh -huh. A, a diplomakoncert akkor nem volt, mert én az 56-57-es tanévben végeztem, illetve az már áttolódott aztán 57-re a, a diplomám, tehát egy diplomavizsga volt, ahol be kellett szongorán mutatni a diplomaműveket, és kész, ennyi volt. Tehát ennyi volt a párhuzamoság a két tanulmány között? Igen, a csak -ig -ig. hogy én közben 56 ban kezdtem tanítani egy kerületi zeneiskolában. És ennek az a története, hogy én, hát egyrészt behívtak a minisztériumba és mondták, hogy hát most akkor az elhelyezés, mert abban az időben még elhelyezték az embereket, hát ki hova szeretne menni meg. És én meg voltam verve egy ilyen pedagógiai ambícióval már 15 16 Tulajdonképpen már 9 éves koromban tanítottam állandóan, aki szerencsétlen gyerekeket, akikkel kapcsolatban hát, kerültem. Például a a lánytestvéredet, Judit néni. Ja, meg mindenkit, mindenkit. Borzasztó, szörnyű alak lejöttem. Ez a betegség, ez megmaradt már. Ez a betegség megmaradt. Igen. És 15 éves koromtól fogva elég rendszeresen foglalkoztam. Mm. Hát erről mondjuk nem akarok beszélni ilyen illegális csoportokkal. Ugye. Szóval meg volt bennem ez a pedagógiai ambíció, és akkor azt bögtem ki hirtelen a minisztériumban, hogy én tanítani szeretnék. Eközben kezdtem rájönni arra, hogy én jól megtanultam a zeneszerzés szakmát, de hogy én nem leszek Bartók. És az volt az érzésem, hogy nem érdemes annál alábadni. Úgyhogy azt megtartottam passziónak, úri passziónak a zeneszerzést még nagyon sokáig még tulajdonképpen most is néha kedvem van leülök, de ezek úgy gyakorlatok, és tudom azt, hogy ezek valódi értékeket nem termelnek, és úgy gondoltam, hogy a pedagógiában talán hasznot tudok hajtani, hogy akkor én nagyon jó helyre kerültem, az akkori a hatodik kerületi, akkor úgy hívták, hogy egyes körzeti zeneiskola, szövekerna alatt óriási pályája volt annak, hogy az ember alkotó módon fogjon ennek neki, semmiféle megkötés nem volt, semmiféle megkötés nem volt. Úgyhogy rengeteget tanítottam, és tulajdonképpen akkor tanultam meg a zeneirodalmat, Itt Mert Végig tanítottam mindent. Itt találkoznak egy kicsit a pályák jóval később. Persze Czövek Ernának az ongari tanultam. Igen? És aztán később a 8 -os, 9 -os koromban igen. talán, gimnázium első osztályában a, a te általad írt... Funkciós zenelv, harmoniás forma világ. Aztán nagyon sokan, több tízezen igen. vagyunk, akik a tankönyveidből tanultunk. Igen, igen. Hát egy... Nem szereted, amikor azt mondom, hogy tanár úr, de valamiképpen te is abba a, a körbe kerültél, akit több tízezen vagy százezen a tanár úrnak neveznek. Hát is, Ez nem. egy nagyon fontos része nyilván az életnek, és azért harmóniában van a többi oldalával, a tudóssal, az előadó művésszel, és én azért, mint nem régen egyszer elmondtam, és akkor örültél is neki, azt hiszem, egy kicsit. Annyi sok nem Bartók rangú zeneszerző van, tehát jobb lenne, ha nem írnának, vagy ki tudja, hogy ez se igaz talán. Nem igaz, persze. Nem igaz, ez ez igaz egy, ez egy persze, világos, de de egy ponton, és ez, az egyhelyzenével ez nagyon összeilleszkedik, egy ponton mindenképpen szerintem nagyon fontosat, hanem halhatatlant alkottál, ez a Magyar Gregoriánnak egy sajátos változatának a megteremtése. Magyarán a latin szövegeknek nem egyszerűen a fordítása készült el egy adott, mondjuk egy liberusulális által adott dallamra, hanem megkomponáltál egy Magyar Gregoriánumot. És ez nem egyszerűen zenésznek, hanem zeneszerzőnek kellett Ez egész biztos. Ez egész biztos, onnan gondolom. Ez alkalmazott zeneszerzés, de így fantasztikus van. Dolog. Így van, így van. Egyébként, Ilyen szempontból nem is olyan nagy baj az, hogy léteznek ilyenek, akik tehát praktikus zeneszerző feladatokat meg tudnak oldani. Kérdezték azt, hogy most, ha bolonyai képzés mm -hmm. során, ugye ki fognak adni zeneszerző asszisztens diplomát három év után. Hogy ez mire jó? Nagyon sok mindent lehet vele csinálni. Olyan. Hangszereléstől, harmonizálásig, szóval egy csomó olyas amihez nem zsenialitás kell, de egy nagyon jó megbízható szakmai tudás. Mm -hmm. Azt tudom mondani, hogy az, hogy nyugaton a próbálkozások egyrészt elég gyengén sikerültek, ilyen irányú próbálkozások, másrészt ennek folytán kijelentették egyre inkább, hogy, hogy a Gregoriánt nem lehet anyanyelven művelni. Ennek két oka van, az egyik az, az tudományos szakmai, ezt most nem mondanám, de a másik valószínűleg az, hogy egy igaz ilyen praktizáns zeneszerzői hozzányúlás nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Valahogy az ízét veszíti el. Szóval minden olyan korrekt pedánsnak látszik, de valahogy nincs íze az egésznek. Nincs kedve énekelni az embernek azt. Na most ez mikor jött az életedbe? A másik vatikáni zsinat liturgikus reformja... Előtt. Már előtte? Előtte. Igen? Ez egy ilyen különös dolog volt. Én előkészítettem a második vatikáni sinatot. Na ne. Aztán amikor egy csomó dolog, ami ott megvalósult, azt én már, azt már réges rég az íróasztalomon volt. De aztán a nem szempontból. Van. És azután mondjuk 70-75 után egyre inkább elidegenedtem, hogy így mondjam tőle. Sajnos ilyen vagyok, hogy mihet látok valamit, rögtön elkezdem az ellenkező oldalát is látni. Tehát most, hogy Megindult egy nagyon erőteljes mozgalom nyugaton a visszatérés a hagyományos latin katolikus liturgiához. Most kezdem el megint emlegetni azt, hogy milyen nagy értékei vannak a zsinati reformnak. Hát hiába. Ez nem alkatítólag nálad? Lehet, fár. de a dacos ellenzékiség, igen, lehet, lehet. Teljesen ez benne van az alkatodban, ilyen dacosság. Tehát ha valaki mond valamit, akkor nézzük meg a másik oldalát is. Talán így. Tehát nem annyira az vezet, hogy ellene mondjak, hanem hogy bosszant az egyoldalúság. Nyilván a saját egyoldalúságom is bosszantana, ha kívülről a tudnám mondani? látni. Egész biztos, Igen. hogy az is bosszantana, de talán azért azt tudom mondani, hogy idővel saját magam korrigálom ez nem érdem, hanem egyszerűen az, hogy talán egyet mondhatok, hogy egy ilyen integráló alkat vagyok, ami nem érdemem, hanem egyszerűen ez egy adomány. Tehát az, hogy a dolgokat nem külön-külön tartom, hanem megpróbálom a fejembe összehozni. Ebből az következik, hogy ha egy irányba elmentem, akkor azok a hatások, amik utána érnek, azokat ehhez már hozzá viszonyítom, és hogyha ezek a hatások olyanok, hogy figyelembe kell venni a saját véleményemnek az alakításába, akkor nem alapvetően korrigálom, hanem árnyaltabbá válik a, arról a dologról való nézete. Tehát a Gregoriánnal való foglalkozás netán az, hogy nem csak latinul, hanem anyanyelven is lehet, és ennek konzekvenciái vannak, nem csak a nyelv, hanem sok egyéb miatt. Ez a, a népnyelvű, liturgikus kezdeményezések miatt jött ez a gondolat, vagy hogyan jött az életedbe? Ezt igazából nem tudom már rekonstruálni. Talán egyet tudok mondani, hogy a latin liturgiával, a zsinat előtti latin liturgiával kétnyelvű misszálé formájában ismerkedtem meg. Uh -huh. Tehát azonnal felvetődhetett egy idő után az, hogyha ezt magyarul is el lehet imádkozni, legalábbis csöndbe a padba, miközben a pap latinul mondja, akkor vajon azokat a latin énekeket nem lehet-e elénekelni magyarul? Most én akkor ehhez nem nagyon értettem, tehát ez egészen ösztönös volt. Egyszerűen volt egy ilyen, tulajdonképpen egy közvetítési kényszer, tehát az, hogy az az üzenet, amit ezek a latin énekek tartalmaznak, ezt közvetíteni. Szóval én egyszerűen azt gondoltam, hogy lehet természetesen egy latin ének közbe olvasni annak a fordítását, de annak a közvetlen beszédessége akkor nincs meg. Uh -huh. Tehát ott egy áttételezés van, hogy én most azt olvasom, amit ők énekelnek. Amellett, hát ugye az is világos volt, hogy a miség 99%-ában nem azt éneklik, amit a liturgia előír, hanem valamit énekelnek, és hát a pap elmondja az oltárnál, és ezzel ki van pipálva, hogy így mondja. Tehát nem igaz az sem, hogy most az történik, hogy a misén éneklik latinul, és én közben magyarul olvasom, hanem a misén nem éneklik latinul sem mondom, az akkori helyzetet. Tehát ez mindenképp egy olyan kényszerhelyzetnek tűnt, amelyikben meg kellene találni a, a megoldást. A megoldás eleinte valóban az volt, hogy vettem a alatint, és megpróbáltam alátenni a magyart, vagy hmm. valahogyan így. Elég hamar rájöttem arra, ami aztán később tudományosan is igazolódott, hogy ezt nem szabad úgy csinálni, hogy hang-hang írok szótagot szótag után. Tehát, hogy egy bizonyos értelemben ez egy variábilis zenei nyelv, tehát, hogyha egy új nyelvre áttesszük, akkor a zene variábilis lehet. Tehát magyarán szóval nem a szöveget kell a zenéhez alkalmazni, hanem a zenét kell a szöveghez alkalmazni szükség szerint, és ennek megvannak a maga hogy ilyen mert hiszen a latinban is ez, ez, így volt. Ez egy annyira világosan belátható és tudományosan igazolt, sokszorosan igazolt dolog. Miért nem látják be világszerte Ez most ez egy költői kérdés, egyszerűen nem értem meg. Bárhol megyünk, nagyon sok helyen az angol Ez persze ott pedig van népnyelvű Gregorián, de Franciaországban, vagy Spanyolországban, vagy Katalóniában, Olaszországban azt mondják, hogy hát a Gregorián az latin, és hogyha spanyolul énekeljük, akkor az már nem Gregorián. És akkor inkább ne énekeljük a Gregoriát, énekeljünk spanyol valamit. Hát igen. Ezt miért nem lehet belátni? Hát azt hiszem, hogy nagyon sok motivumnak kell, kényszerítő motivumnak, mármint belsőleg moraliter kényszerítő motivumnak összejönni, és hát persze azért valljuk meg, hogy mélyebben kell ismerni és tudni is az anyagot ahhoz, hogy ezt az utat egyáltalán elkezdje valaki járni. Talán az elsőként azt mondhatom, hogy fontos-e számára az a liturgikus anyag, az a szöveg. Mert ha nem fontos neki, tehát az az introitus, vagy az az offerturium, vagy akármi nem fontos neki, akkor minek strapálja magát? Miért strapálja magát ő azzal, hogy annak megalkotja az anyanyelvű változatát? Miért strapálja magát az helyi énekvezető azzal, hogy az betanítja a népnek? És miért strapálja magát a nép, mikor éppen érvényesen bármi mással is elvégezheti az éneklést. Tehát, amíg egy értékkülönbséget, és itt most nem annyira esztétikai, mint inkább liturgiai értékkülönbségről beszélek, egy értékkülönbséget valaki nem lát, teljes egzisztenciájával nem éli át azt, hogy az miért különb, addig nincsen indíték arra, hogy miért csinálja így vagy amúgy. A másik ok lehet az, hogy hát hiába a az zeneszerzők azok sok bajt csináltak már. Én azt hiszem, hogy nyugaton rávetik magukat az zeneszerzők, és akkor önmegvalósítják magukat, vagy természetesen ők ezt nem gondolják, ők egy nemes szolgálatot akarnak az egyháznak tenni, de mégiscsak az, hogy saját maguk világát akarják rávinni erre. Hát ez a Magyarországon is megtörtént részben. Hajjaj, Na most én azt hiszem, itt a, annak idején a Barsi Balázsnak volt egy szép mondása, hogy a liturgiában úgy kell éreznünk, hogy az az anonimitás mélységeiből jön felénk, és mi belépünk ebbe a folyamba. Valóban a Gregorián ebben az esetben ezt képviseli. Tehát nem mi csináljuk tulajdonképpen az éneket, hanem egy sokszáz éves folyamat elérkezett hozzánk, ez ma érkezett el hozzánk, és nem ezer évvel ezelőtt, hanem a 20. század, ugye arról beszélünk most nem a 21. ről a 20. század végéről, helyzetében talált minket ez a folyam, és nekünk most ebben a helyzetben be kell lépni ebbe a folyamba. És ez nagyon szép. Szóval ez valami nagyon tiszta dolog, ahhoz képest, hogy én most leülök, nézzük azt a szöveget, és akkor majd megszáll az ihlet, és írok valamit, és akkor, akkor az lesz a norma. Én nem tudom, hogy ettől nem ijed meg valaki hogy amit ő kitalál, ami az ő személyes világából kijön, az lesz a norma, azt kell énekelni mostán tízezreknek ebbe az országban, meg egyéb. Engem ez nagyon megijesztene. Hát engem énekszövegíróként ijesztett meg, ez nagyon, hogy amit, amit költök. Igen. És az Igen. formailag sok egyéb szempontból jó, de ezt most, most templomban éneklik, ez egy, ez egy megreszkedt. Így van, norma. ennek nincs esztétikai vonatkozása, amit most mondok. Az más dolog, hogy ezek esztétikailag sem, általában esztétikailag sem állják meg a helyüket. De viszont, a kifogásom nem esztétikai. Viszont itt jön a norma, egy darabig a fül, a művészet képzés, vagy művészeti nevetetés Igen. vagy a tehetség. És akkor jön egy kör, aki a normának az első lépcsőt képzi, azt mondja, hogy ezt érdemes normaként elfogadni, vagy valami ilyesmit. Hogyan jött ez a kör, körölted létre? Itt már konkrét szükségletek is voltak nyilván, a, már tényleg a másik Vatikán zsinat után. Kik azok, akik fölismerték, hogy magyar Gregoriánt kell, lehet. És egy-két olyan, módon... egy olyan kórusvezető, aki érezte azt a feszültséget, hogy azt, amit addig csinált, azt a második Vatikán is na után nem csinálhatja úgy tovább. És most akkor két út nyílt előtte, vagy föl, vagy le. Uh -huh. Tehát vagy elindul fölfelé, tehát megkeresi azt, hogy, és most megint nem esztétikáról beszélek, tehát nem az, hogy Mozartot überejük, uh -huh. hanem hogy liturgiai igazsága szempontjából a dolog legyen több, vagy pedig elindult lefelé, hát ezt nem akarom most fejtegetni, hogy mit jelent az, hogy Deteriorizálni a egyházi zenei gyakorlatot. Most, amit elmondtál, abban van egy másik tanulság is számomra, itt is kiderült, hogy a tudományos érdeklődést megelőzte a praxis. Tehát a Gregoriánnál elkezdtél foglalkozni, úgy, mint a liturgikai kérdés, és akkor fölismerődik az, hogy ez másképpen működik a Gregorián, legalábbis egy része másképpen működik, mint a műzene. Igen. Tehát a modellek alapján való komponálás, Bizonyos formáknak a szövegekre való alkalmazása, ez először a praxisból látszott számodra világosnak, és aztán erre fölépült egy tudományos övr is. Na most itt meg kell különböztetni a dolognak az életrajzi és a reális oldalát. Ezt nem, nem tudom összekapcsolni. És akkor bocsáss meg még egyet, de el, a ezt... népzenét. Is. Na igen. Na most az, az életrajzi élet. vonatkozása az, hogy engem ez érdekelt, igen. és erről sokat beszélgettem Mezei Lászlóval, és ő elirányította Rajecsky Benjaminhoz, hogy majd ott ezt kellő alapokra fogják ezt az érdeklődésemet helyezni, és így is történt, és onnantól kezdve ugye beléptem a népzenekutató Kutató Csoportba népzenével, és Rajecki mellett Gregoriánnal kezdtem most már tudományosan is foglalkozni. Ez a dolognak az életrajzi vonatkozás, ez valóban a praxis felől ment a tudomány felé a reáliákat tekintve azonban nem szabad a kutatást összekapcsolni a praxissal közvetlenül. Ebből mind a kettő nagyon bajba kerül. A praxisnak a sugallatait akarja belevinni a tudományba, és másrészt a tudománynak a következtetései túl gyorsan akarja, revízió nélkül akarja applikálni a praxisra. Mondok egy egyszerű példát. A 19-20. századi fordulóján volt egy olyan elmélet, hogy a misében a olvasmányközi ének, az feldolgozza belülről azokat a gondolatokat, amelyeket előzőleg az olvasmány adott. Tehát, hogy az olvasmányban valamit hallottam, és akkor én arra úgy válaszolok, hogy abban megjelennek azok a az érzések, gondolatok, amit az olvasmány kiváltott belőlem. Hogy hát így keletkezett az olvasmányközi ének. A második Vatikáni zsinat után ezt a tudományos, most már tudjuk, hogy téveszmét a praxisra átvitték, Kisöpörték az egész örökölt, a római ritusnak az örökölt olvasmányközi énekanyagát, és fabrikáltak egy olyan énekanyagot, amelyik ilyen kapcsolatba kerül a megelőző olvasmányjal. Tehát itt az történt, hogy egy tudományosnak látszó, és annak idején elfogadott, tudományosan elfogadott elméletet túl gyorsan, túl közvetlenül belealkalmaztak a praxisba. Ez mind a két oldalra rossz, tehát amikor én kutatok, akkor nem szabad a praxisra gondolni, akkor egyetlen egyre szabad gondolni, mi az igazság. Amikor kijöttem a kutatószobámból, akkor elkezdhetek gondolkozni azon, hogy na, ebből valami az összes körülmények mérlegelésével, tehát nem egy oldalon az én tudományos hobbim szempontjából nézze, hanem az összes körülmények mérlegelésével valami hasznot lehet-e a praxis számára is Belőle meríteni. Na most, amikor a várban kijössz a zenetőmely intézetből, fél óra alatt ott vagy a Vörös utcában, az egyházzenetanszakon, elég rövid az idő, át tudsz állni arra, hogy amikor a katedrára kiállsz, és ráadásul olyan fiatalok elé, akik nem biztos, hogy még föl vannak vértezve azzal a, 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 a judíciummal, a kritikai érzekkel, hogy ne fogadjanak el azonnal valamit. Tehát nagyon gyorsan tud akár a praxisba is átültetődni valami, amit kitaláltál, hogyha nem felejted el, vagy nem dolgozod át, azonnal fél óra alatt, mire a katedrára kerülsz. Na most először az átállást illetően, tulajdonképpen az átállással nincs nehézségem, az abbahagyással van nehézségem. Tehát rettenetes tanítani menni akkor, amikor föl kell állnom a kutató munka mellől. Aztán, amikor már ott vagyok, és a villamos -e odavitt, ez a fél óra megtörtént, akkor már úgy állok oda, hogy, hogy mögöttem van az a kutató munka, és akkor csak tanít. Na most én azt hiszem, hogy ahhoz talán elég jó érzéken van netán, hogy a növendéknek szűrve adja, nem csak azért, mert, mert nem szabad, hogy az én közvetlen befolyásom túlságosan érvényesüljön, hanem azért is, mert ő nem tartott, hogy azt fölvehesse. Az más dolog, hogy a gyerekeket rendkívül érdekli, és akkor azt úgy mondom el, mint kutatást. Tehát nem úgy mondom el, hogy most ezt tanuljátok meg, mert ez az igazság, az, amit megpróbálok összefoglalni, hogy ez a tanulnivaló, az szükségszerűen egy leszűrt, kiérlelt, és bizonyos értelemben a személyemtől elválasztható tananyag, hogy így mondjam. A kommentárjaimban viszont vállalhatom ezt, hogy a tudományos felismerések helyet kapnak benne. És hát az más dolog, hogy maga az, ami az objektív, hogy így mondjam, tananyag, az sokkal-sokkal egyetemesebb tud lenni mindazzal, amit a kutatás, az anyag ismeret elsősorban, tehát az, hogy, hogy nem egy példából, vagy tíz példából, hanem esetleg ezer példából vonok le valamilyen következtetés, másrészt hát az irodalomnak a megismerése, hogy tudom, hogy ezt most nem én találtam ki, hanem erről XY miket mondott, és akkor ennek alapján mit lehet mondani? Nagyjából olyan korszerű közmegyegyezésnek, amit tanítani is lehet. Nagyon szerencsés ember vagy. Nem biztos, hogy így gondolod, de én így ez, gondolom. De Kívül ez így látszik, hiszen azt látja az ember, hogy valakinek tudatos életében, mert teljesen tudatos életében kialakul a pedagógiai erosza, és ezt ki is élheti először az alapfogóktatásban nagyon sikerrel, hát erről nemzedékek beszélhetnének. A Zenakadémia különböző zenetudományi zenetörteti óráit tartottad szintén elég hosszú ideig, hát itt tanítottál engem is a zenetudományi szakon, de igazán a, a, terepét, a legsajátosabb terepét az oktatásnak, ahol leginkább összhangba tud lenni a pedagógia, vagy andragógia, oktatás, az egyházzenei érdeklődés, a tudomány, ennek a használvá fordulásának a látása, hogy, hogy megvalósul, hogy hogy akik kimennek, azok kórust alapítanak, hogy az egyházani élet jobb vagy remélhetőleg jobb lesz egy adott helyen. Tehát elég hamar látszik az, hogy, hogy valami megmozdul. Ez azért látszik. Igen, Tehát... na most erre azt tudom kommentárul mondani, hogy, hogy látszólag a kutatásaim érdeklődésem közvetlenebből foglalható bele az zenei tanításba. De valójában én a zenetudományi éveimben is abból éltem, hogy így mondjam, amit tanultam, amit kutattam, amit megismertem, amit anyagot, és az ott nagyon, éppen úgy nagyon jól helyett talált, és tulajdonképpen szívesen is csináltam, hogyha bizonyos csalódásaimról most nem akarok beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy egyszerűen nagyobb szükség volt rám az egyházzene szakon, és ezért idézel hagytam ott a zenetudományi szakot, bár még mindig van bennem egy olyasmi, hogy hát tulajdonképpen miért nem tanítok, csak amikor aztán össze kell állítani a következő évnek az órarendjét, akkor kiderül, hogy nem fér bele. Úgyhogy ez így rendben van. Na most, ami a eredményességet illeti, hát ugye itt persze nem tagadhatom, hogy egy nagyon mélységesen deprimáló körülmény van. Hát, erre és agart, hát erről, amikor, erről nagyon nehéz beszélni. Igen, itt. Szerencsére közbevágtál, mert nem tudtam megfogalmazni az egész precízen, hogy igen, van egy sziget, vannak tanítványok, sziget. Van. nyilvánvalóan a Zenakadémia Egyházi Képzés az elmúlt másfél évtized alatt megszilárdult, etabírozott, most az új bolonyai képzésben különösen lehet jelentkezni, alapképzésre is rögtön. Tehát úgy tűnik, hogy rendeződik, és ezt el is fogadja a, a teljes zenei élet nem biztos, hogy szerencsésnek vagy sikeresnek mondanálak jelenlegi látásunk szerint az egyházen élet egészében való elhelyezkedésedet. Ez egy, még igen. most is körülírtam, mondhatnám egész világosan, néha, hogyha az ember kimondja Dobszai László nevét, akkor hát föláll a hátán a szőr. Ne, hát én durvább, és nem én, én durvában fogalmazok. Magyarországon egyház van, az egyház üldözi azokat, akik... Saját magát. Saját, igen, üldözi azokat, akik egyháziasabb kultúrát vagy egyháziasabb liturgiát akarnak. Mint műsorvezetőnek azért azt kell mondani, hogy ez kicsit retorizált. Retorizált, formázat, igen. De nem csinálnál, hogy nem gondolnád azt, hogy értelme van. Értelme van. Na mostán én tudom azt, hogy sok minden az egyház történetében alulról kezdődött. Ugyanakkor azt is tudom, hogy az egyház egy olyan intézmény, ahol csak az nyer igazi érvényesülési terepet, amelyet az egyház maga befogad, az egyház maga elfogad. Erre van egy kedvenc hasonlatom, ugye a husvéti gyertyának, amikor a felszentelése történik, akkor ott egy külön kis diadalének van a méhekről. Na most ugye a méhek beviszik a mézet, de ugye az anyakirálynő az, aki ott a kaptárba abból a virágról leszedett borból igazi mézet csinál. Tehát mi szorgoskodhatunk, mint a méhecskék, de az egyház, mint anya fog belőle ehető mézet csinálni. Ilyen szempontból hát Magyarországon nagyon rossz dolgozni Cs. és hol élni. Jó, hogy jól dolgozni? Nem tudom. Nem de tudom. Horsa. Nem tudom. Szerintem jobb, mint Franciaországban, jobb, mint Angliában vagy jobb, valószínűleg a igen. Valószínűleg igen. Valószínűleg így akkor mondjuk rosszága. azt, hogy, hogy Magyarországon sem kedvező a közeg arra, hogy egy olyan liturikus zenei reformért dolgozzék az ember, amilyent maga az egyház inspirált. Tudni, hogy itt 19. század végétől kezdve volt egy olyan liturikus mozgalom, és én végül is annak a neveltje vagyok. És ez a mozgalom, ez folyamatos volt, és úgy látszott, hogy a második vatikáni zsinaton ez fog célhoz érni és aztán utána máské, másképpen fordult a dolog. Három olyan dolog van, ami bizalommal tölt el. Az egyik az, hogy az a tapasztalat, hogy meg kell halni. Tehát először meg kell halni az, hogy én valamit tudtam-e az egyháznak és az egyházenynek adni, az csak a halálom után fog eldőlni, amikor megszabadul a maga a dolog az én személyemtől. A személy nem fontos, a dolog a fontos. A szemét le kell vágni a dologról. A másik, ami egy kicsi biztatás, hogy a fiatalok körében, és ebbe a fiatal papságot is beleértem, határozottan egy változás észlelhető, nem minnél, de egy elég jelentős rétegénél. A harmadik, hogy amikor elhatároztam elég keserű szájízzel, hogy én Magyarországon tovább egyházi körökben nem beszélek, nem érdemes. Akkor azt is elhatároztam, hogy viszont a világegyházhoz fordulok, mert a magyar egyház úgyis azt fogja csinálni, ami a világegyházban uralkodóvá válik. Hát először is megírtam a könyvemet, ami Amerikában jelent meg, és amelyik, hát talán nem szerintelenség azt mondani, hogy elég nagy visszhangot és elég nagy egyetértést keltett És ez az a akkori, kívül. akkori József Ratzinger bíborosnak ajánlottad? Az akkori Ratzinger bíborosnak ajánlottam, és adtam át neki személyesen egy hosszú beszélgetés keretében, ez egy majdnem 40 perces beszélgetésem volt, közvetlen a pápa választása előtt hónapokkal. És azóta nagyon határozottan érzékelem azt, hogy nekem a partnereim nem itthon vannak. És hogy vannak partnereim külföldön. És elég jelentős partnereim vannak külföldön. És hogyha valamiképpen most még meg tudom írni ennek a könyvemnek a második kötetét, amit januárban szeretnék elkezdeni, akkor talán ezt a témát a magam részéről le is tudom zárni. a Szkóla Hungarika alapításával a koncertterembe is, és a hanglemezpiacra is Magyarországon bekerült a Gregorián, és egy egész nemzedék nőtt föl úgy, hogy, hogy várta a következő lemezeget mindig, és esemény volt, hogy megjelenjék. Tehát a magyarán az egész világ zenekultúrájában szokatlan jelenség az, hogy egy magyar zeneszerzőnek, egy magyar zenetanárnak illik a Gregoriánt ismerni. Tehát egy nagyon kedvező környezete van a Gregoriánnak, és azt hiszem, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egyik legfontosabb dolog, hogy a keveset is beszéltünk róla. Egyéb iránt pedig, hogy honnan lesz a visszacsatolás, és honnan fognak kisarjadni a magvak, vagy a hasonlat, amit mondtál az exótedből, hogy a méz, amelyik lassan, nagyon-nagyon lassan gyűlik, és szinte mellétermékként gyűlik, hogy mikor fogja az anyakirálynő megenni, ez Igen. nem a mi dolgunk. Így van. A mi dolgunk annyi, hogy dolgozunk, és most e, pedig... Talán egy nevet azért, ahhoz, amit mondtál, kellene mondani, amelyik igazságtalanság lenne, ha nem hangzott volna el most, és ez Kodály az, hogy Magyarországnak mondani valója van a zenekultúrában, és mondani valója van az egyház zenekultúrában is, ez elválaszthatatlan attól, amit Kodálytól kaptunk. Egyszerűen az, hogy normák vannak, az, hogy nem szabad megalkudni, bizonyos dolgokban nem szabad megalkudni. Az, hogy a Ugye, amint ő mondott, hogy a gyereknek a legjobb is csak éppen elég jó. Hát akkor mondhatom, hogy a templomban is a legjobb éppen csak elég jó, és a szerencsére van könnyű jó és nehéz, vagy komplikált jó, tehát minden templom, a falusi templomtól a katedrálisig van még közt válogatni. Ez ugyanaz, amit Kodály mond, ugye, hogy, a, hogy legyen jó zene a zeneakadémián, és legyen jó zene a falusi általános iskolában. Elmondhatatlan mennyi minden dologba játszik itt bele abból, amiről itt beszéltünk, Kodálynak az ihletése. hogyan látod általában a magyar zenei életnek a jelenjét és a közeljövőjét eszempontból? Kicsit kiebb nézünk az egyház zenét, hogy nem függetne a két dolog egymástól. Igen, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Szóval én nem, nem, ebbe viszont nem, nem tudok jövőt látni. Nem tudom látni azt, hogy ez a különös átalakulása a, nem az a probléma itt, hogy az értékes műzenét ma kevesebben tudják magukénak, mint ezelőtt száz évvel. Hanem, hogy ezelőtt száz évvel az, akinek semmi köze nem volt a úgynevezett komoly zenéhez, az is tudta, hogy az egy érték. Csak ő nem. Neki nem tetszik, ő nem szereti, ő nem tudja hallgatni, ez kandurba van, és így tovább. Lehet rajta élcelődni, minden, de nem lehetett kétség afelől, hogy a társadalom egészébe különbséget tesz Mozart és egy, és egy FMR szórakoztató zene között. Most ebben a tisztázatlanul használt szóban, hogy kultúra, mindent bele lehet foglalni, és ilyen módon veszíti el a pozícióit az, ami kultúra. Szóval ez egy nagyon nehéz, olyan helyzet, amelyik egy gyakorlati hatású filozofiai alapproblémára megy vissza végső soron, és hát nem nagyon látom azt, hogy az emberiség abban a helyzetben lenne, hogy ezeket a, azzal a közmegegyezéssel újból tisztázza, majd elfogadja, majd megélje napról napra, ami az elmúlt századokban tipikus volt. Nehéz ilyen komoly és igazából nem nagyon derűs gondolatokkal befejezni egy műsort, ne próbáljunk happy endet csinálni a végére. Azt viszont elmondhatom a rádió hallgatóknak a nevében is, hogy ha nem is derűs, mert valahogy alkatilag nehezen lehet azt mondani neked, hogy derűs nyugdíjas éveket, és egyáltalán a nyugdíjas évek is szörnyű jelzős kifejezés lenne, sok-sok munkás évet és nagyon sok eredményt kívánunk. Köszönöm.